Sziasztok, sziasztok! Amiről most beszélni szeretnék, az az, hogy a jobb kéz, még mindig maradunk a jobb kéznél, ugye, mert nagyon fontos, és nagyon fontos a kezdetekben ez a kialakítás. Az, hogy a jobb kéznek a természetes állása, illetve annak megőrzése. Van erre egy jó kis gyakorlat, ez is egy ilyen RPG-szerű játék lesz, amit én csinálni szoktam a növendékekkel, az egy ilyen. Azért tartom fontosnak ezt, mert ha megnézzük, akkor a jobb kéz, hát ez a gyakorlat úgy szólal meg igazából tisztán és szépen, ha helyesen tartjuk a jobb kezünket. A hüvelykúj a négyes úron helyezkedik el, és akkor E, M, A, M, E, M, A, M, ez ugye négyszer. Utána ez átjön az ötös húrra, megint E, M, A, M, ez is négyszer eljátszó, ugye. Aztán ez átjön a hatosra, megint IMAM négyszer, utána jövünk vissza, visszajön az ötösre, megint visszajön a négyesre, és ahogy azt már megszoktuk, a végén egy szép lekerekítés. Lekerekítjük, hogy a gyereknek legyen egy gondolkozása a zenei ívnek a vezetésében. Tehát legyen egy dallamvezetési gondolkodása, rögtön alakuljon ki, hogy majd amikor játszik egy zeneművet, akkor ezt már ő megszokja, hogy a végeket le kell kerekíteni. Ugyanúgy, ahogy beszélgetünk is, ugye? Tehát egy mondatot, ha mondunk, a végét azt valahogyan lezárjuk. Vagy felkiáltással, vagy csak simán lezárjuk, vagy akár kérdőjellel, de jelen esetben csak simán szépen lekerekítve lelassítunk, és gyönyörűen lezárjuk, majd dem felünk, azaz lefogjuk. Ennek a gyakorlatnak van egy másik verzió is, amit még szoktam csinálni, az ugyanez csak visszafelé. Tehát a hüvelykúj ugyanúgy a négyesen van, fönt viszont A, M, I, M. Ugyanúgy négyszer. Fontos az az, hogy lassú tempóval kezdjük el gyakorolni, bármit is gyakorolunk. Miért? Mert hogyha lassú tempóban a helyes mozdulatok rögzülnek be, akkor gyors tempóban is, ugye, van, nem csak az agyunknak van memória, van izommemória, tehát amik reflex módon, amik megjelennek az emberben. Tehát ezeket a reflexeket, ha helyesen berögződnek, a későbbiekben nagyon sok fejfájástól megkíméljük saját magunkat, illetve a növendégeket is. És nagyon fontos az, hogy mondjuk a növendéknek, hogy hallgasd meg, kisfiam, hogy mi az, ami ténylegesen megszólal, hogy tényleg tisztán szólal meg? Vagy ez szólal meg, vagy ez? Tehát, hogy ezeket a gyakorlatokat, hogyha elmagyarázzuk, hogy növendék saját magától otthon, odafigyelve, szépen meg tudja csinálni, akár tanári felügyelet nélkül is. Ami ugye a mai helyzetben nem egy utolsó szempont, hiszen mindenki így telefonon keresztül tanít, vagy épp laptopon, vagy kinek milyen eszköze van. Úgyhogy lassú tempó, tartás, és gyakorlatilag ez az a természetes pozíció, ami így megőrződik. És akkor utána nyilván, amikor megy lassú tempóban, akkor lehet szépen gyorsítani is, de a gyorsaság az mindig csak egy relatív állapot, tehát az mindig valaminek a függvénye, nem az a cél. A cél az, hogy gyönyörű kristály tisztán szólaljon meg minden, és maradjon meg ez a tökéletes, úgymond természeti, természettől fogva, természettől adódóan tartásunk. Látjátok, így, hogy magától így eleresztve tartjuk a kezünket. Remélem, hogy ez is hasznos volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!